Mária e szavak hallott áldozatlanul, és gondolkodik ezen a közölés értelmét, de az angyal így szólt. Ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál az Istennél. Méhedben fogadsz, és fiút szülsz. Nagy lesz ő, a magasság megyek fia. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és ő uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és királyságának soha nem lesz vége. De hogyan történik meg ez, hiszen férfit nem ismerek? A Szentlélek száll le rád, az ő ereje borít el téged, ezért a születendő Szent is Isten fia lesz. Rokonod Erzsébet is fia fogam törekségében, bár magtalannak tartották az emberek, már 6. hónapjában van. Az Istennél semmi sem lehet. Az Úr szolgálója járni vagyok. Történjék velem a szabály szerint. Angyali küldetés után Mária nem sokára vonult el a hegyek közé, Júda egyik városába, Zakariás házába, hogy meglátogassa Zakariás Erzsébet. Thank you.
Istenünk, Augustus császár rendelete bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkereséget. És az első évszámlálás Szíriusza, Szíria helylakójának legyen.
megjelent a pásztorok között az Úr angyala, és az Isten fényessége körülragyogta őket. Így szólt hozzájuk az angyal. Thank you.
Légy szívvel keresünk téged. Szegény az emlékünk, jó szívelünk, fogadhat tőlünk.
Ez az én testem, ez az én vélem.